Ennek a háznak az oldalán még ma is jól látszik, mekkora volt a vízszint tolcsván, amikor 2010-ben a heves esőzések alkalmával kiöntötte a településen áthaladó patak. A hömpölygű áradat nemcsak a közeli házakat, a szomszédos utcákat is érintette. A polgármester elmondta, akkor több százan voltak közvetlen veszélynek kitéve. Tulajdonképpen a teljes torcsvát érintette, mert torcsván 1200 méter hosszban folyik keresztül a torcsvapatag, úgyhogy ami itt jobbról-barról partján van, azt mindegyiket érintette. A legkritikusabb szakaszon befejeződött a helyreállítás és a patakmeder megerősítése. A beruházást uniós és hazai források bevonásával tudták elvégezni 330 méteres szakaszon. Ebből 245 méter betonlapburkolattal burkolattal lett elkészítve, 60x40x10-es méretű elemekből, 4 méter fenékszélességgel és 1-2-es rézsű 25 méterenként keresztbordák megerősítésével, és a fenékborda is 50 50 es betonbordák beépítésével készültek el. Az ünnepélyes átadunatérség térség országgyűlési képviselője bejelentette, a parlament decemberben szavaz arról az egész tokai érintő fejlesztési programról, melynek keretében a tolcsapatok medrének felújítása teljes egészében elkészülhet most átadtuk az egyharmad részét a tolcsvátpatak, tolcsvát átszelő patak rekonstrukciójának, és a kétharmad részre pedig jövő év költségvetéséből nyílik meg a Tokajhegy a világörökség önkormányzatai infrastruktúra fejlesztésének programjában és valószínűleg, hogy ahogy az idő engedi, tavasszal folytatódik, tehát a tervek elők vannak készítve. Ez azt jelenti, hogy jövő júniusra már be tudjuk fejezni a teljes felújítását. A falu határában pedig még most is dolgozik egy munkagép, itt a vízügyi igazgatóság beruházásaként állítják helyre a közúti híd közelében található partszakaszt, amelyet 2010-ben alámosott az áradás.